Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Növekvő energiaigény. 2,8 milliárd forintos beruházást hajt végre az E.ON Szekszárdon és környékén. Brutális látvány. Lefejeztek, megégettek és egy táblára kötöztek a lábánál fogva egy hattyút Szekszárdon. Egyre több a lakossági hitel. Tolna megyében leginkább a családtámogatási kölcsönök iránt érdeklődnek. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szekszárd célja nullára redukálni az áramszüneteket, segíteni az újonnan jelentkező energiaigények maradéktalan kielégítését, vonzóvá válni az itt lakók, az itt letelepedni kívánó családok és befektetők számára, jelentette ki Ács Rezső, a város polgármestere. A városvezető elmondta, ennek érdekében együttműködnek az E.ON-nal, és a szolgáltatóval közösen határozzák meg a jövendőbeli fejlesztéseket is. Szekszárdon és környékén 2,8 milliárd forint értékben valósulnak meg munkálatok. Tolnamözsön például egy új állomást épít a vállalatcsoport a térség villamos energia ellátása miatt. Az új telephely várhatóan 2021-re készül el. Készülődnek az aznapi munkához az E.ON munkatársai a szekszárdi trafónál. Többek között ezen a városrészen hajtott végre fejlesztést a vállalat, 250 légvezetéket bontottak le. Ez a 15 millió forintos fejlesztés csak egy a beruházások sorában, amiket a vállalat Szekszárdon és környékén visz véghez a közeljövőben. A szolgáltató úgy látja, a meglévő kapacitások nem elegendőek, ezért Mözsön például egy új alállomást építenek, mintegy 1,8 milliárd forint értékben. Készülnek a tervek, várhatóan 2021-re valósul meg a beruházás. A mostani állomás az elérte a teljesítő képességének a határát, és egy újat kell beállítani ahhoz, hogy mi valósan támogatni tudjuk ennek a régiónak a fejlődését, mondta a cég vezérigazgatója. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, nem csak a lakosság részéről növekedett meg az energiaigény, hanem a vállalkozások részéről is. Szekszárdnak pedig az a célja, hogy vonzóvá váljon az itt letelepedni kívánó befektetők számára is. Ráadásul a tudásközpont, a sportközpont és a régi húsipari vállalat helyén megvalósuló IQ központ miatt még több energiára lesz szükség a jövőben a városvezető szerint, amire már most készül a Tolnai megyeszékhely. A vállalkozásoknál pedig úgy tudatosan készülünk arra, hogy jövőben betelepülők számára megfelelő kapacitást tudjunk nyújtani. Itt az ipari parkra szeretnék kitérni, de a városi fejlesztéseknél is szükség lesz majd ezekre a kapacitásokra. Úgyhogy előre kell tekinteni, nekünk nem akkor kell választani a kérdésre, amikor feleltődik, hanem előre kell gondolkodni, hogy a befektetők számára megfelelő vonzerőt tudjunk biztosítani és nyújtani. Szekszárdon és környéken összesen 2,8 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre az E.ON. Lefejeztek, megégettek és egy táblára kötöztek a lábánál fogva egy hattyút Szekszárdon. A kérdés, hogy az állat élte még, amikor mindezt tették a testével. A klinikai szakpszichológus azt mondja, hogy aki ilyet művel egy élő hattyúval, az egész társadalomra veszélyes, ugyanis bármikor megölhet egy embert is. Figyelem, felkavaró képsorok következnek. A lábait összekötözték, így kötötték fel a hattyút a turisztikai információs táblára a szekszárdi Csörgetó partján. A nagytesti madárnak a fejét is levágták, és látszik, hogy megpróbálták felgyújtani. Itt emelhették ki a hattyút a vízből, a part tele van nagyméretű fehér madártollakkal. A brutális állatkínzás híre futótűzként terjed a Facebookon. A kommentelők között voltak, akik azt írták, hogy a tavat egy hattyúpár fészkelőhelynek használta. Többször látták is az emberek, amint a tojó a nőstény állat a három fiókájával úszik a vizen. A tollazata alapján a most meggyilkolt hattyú az egyik idősebb állat lehetett. A kérdés, hogy élte még a hattyú, amikor lefejezték és kikötözték a táblához. Az igazságügyi elmorvosi szakértő azt mondja, aki ilyen kegyetlenül képes egy állatot kivégezni, az az egész társadalomra közvetlen veszélyt jelent, akár embert is ölhet bármelyik pillanatban. Aki egy állat megkínzására képes, az gyakorlatilag már eléggé közel van ahhoz, hogy akár embernek is fájdalmat, sérelmet, kárt okozzon. Alapvetően olyan szadisztikus ösztönök kerületnek felszínre, teljesen fékezetlenül, gátlástalanul, amelyek egy bármilyen másfajta társas érintkezésbe vagy társas interakcióba is ugyanígy felszínre kerülhetnek.
A szakértő abban is biztos, hogy ha a hattyút meggyilkolták, akkor az állatkínzó nem indulatból végezte ki, hanem előre elterveztetettét. Nagyon súlyos abból a szempontból is ez, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát nem egy egyszeri indulatból elkövetett bűncselekményről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki egy hosszantartó folyamatot végigvitt, és ebben a hosszantartó folyamatban semmilyen mentális kontrollja nem volt, semmilyen mentális fék nem lépett életbe. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, a közelben dolgozó tanúk vallomásából egyelőre kizárták annak a lehetőségét, hogy a hattyú még élt, amikor lefejezték és megégették. Ettől függetlenül viszont feljelentés kiegészítették. Rendeltek el, vagyis az állat halálának pontos körülményeit egy későbbi vizsgálat tisztázza majd. Iskolatáskát kaptak dalmandi általános iskolás diákok a rendőrségtől. Az akcióra az Iskola Rendőre program keretében került sor. A program célja, hogy a kapcsolattartás érdekében minden iskolának legyen egy rendőre, akihez a tanárok és diákok egyaránt bizalommal fordulhatnak, megbeszélhetik velük problémáikat. Tolna megyében az idei tanévben 84 településen 91 iskola és 68 rendőr vesz részt a programban. Egyre több hitelt vesznek fel a magyarok, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikájából. Tolna megyében a második negyedévben 15%-kal nőtt a csokra, és közel 20%-kal a fogyasztási hitelekre, például a babaváró kölcsönre leadott kérelmek száma. Ugye mi most lakás célút néztünk? Egyre többen érdeklődnek a felvehető hitelek iránt a pénzintézeteknél. Tolna megyében a második negyedévben 15%-kal nőtt a csokra, és közel 20%-kal a fogyasztási hitelezésekre, például a babavára kölcsönre és a falusi csokra leadott kérelmek száma. Elmondható, hogy a falusi csoknál most arra kialakultak azok a viszonyok, hogy pontosan tudjuk a feltételeket és a lebonyolítási rendet, és ezért kimagaslóan megugrott az igény a falusi csokra. Nagyon nagy számban mondhatni, hogy felkeresnek minket a preferált kis településről a ügyfeleink, és hát ez azt jelenti, hogy több mint 300 millió forintos kérelem van már bent a takarékunknál. A hitelek iránti kereslet növekedése szakértők szerint a kormány hitelfelvételt ösztönző intézkedéseinek tudható be. Két rendszer is felügyeli a magyarok hitelfelvételi kérelmét. Elsősorban a hitelintézet, vagy a bank, vagy a takarékfiók, másodszorban a Magyar Nemzeti Bank korlátozó rendszerének, szigorú szabályainak is meg kell felelnie a hitelt felvevő ügyfélnek. Ezek a szigorú szabályok azt a célt szolgálják, hogy a hitelt felvenni akarók ne vállaljanak magasabb törlesztő részleteket, mint amiket biztosan ki tudnak fizetni, és így nem adósodnak el túlzottan. A hitelfelvételek kontroll alatt vannak, ez a jó hírem, hiszen több megfontolásból is folyamatosan monitoringozzuk minden egyes adósnak a hitelképességét. Ez több megközelítésből is reális és szükséges. Egyrészt maga a hitelintézet, amikor a kölcsönt folyósítja, alaposan megvizsgálja, hogy milyen a hitel teherbíró képesség az adott ügyfélnek, milyen mértékű eladósodást bír még el az ügyfél. Ezt egyébként egy országosan bárki számára ingyen elérhető internetes hitelkalkulátor is segíti, ami a hitel összegét, a futamidőt és a család havi jövedelmét együttesen veszi figyelembe, és számolja ki a havi törlesztő részlet összegét. Több mint felére csökkent azoknak a száma, akiknek az otthonában ki kellett kapcsolnia a villany- vagy gázszolgáltatást, mert több mint 60 napja nem rendezte a tartozását. Ugyanakkor még így is több százezren nem fizetik ki számláikat. Sokan nem tudják, hogy ilyenkor csak úgy tudják újra visszakapcsoltatni a villanyt vagy a gázt a lakásukba, ha a csekkek rendezésén túl még további összegeket is befizetnek a szolgáltatónak. Az embereket a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiadványokkal tájékoztatja a tennivalókról és szabályokról. 5 év alatt közel felére csökkent a magyar lakossági fogyasztók közműtartozásainak összege, a kikapcsoltak száma pedig 57%-kal mérséklődött a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint. A hátralék is jelentősen csökkent, ám még így is 33 milliárd forintot tett ki összesen, és még mindig több százezren tartoznak a szolgáltatóknak. Tapasztalják a szakemberek, akik szerint fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, mi történik akkor, ha nem fizetnek be egy számlát. Az első késedelmes napon a szolgáltató jogosult a kamatokat felszámítani, körülbelül 15-20 nappal később fizetési emlékeztetőt küld, és első fizetési felszólítást küld, és körülbelül 40 nappal később küld egy kikapcsolási értesítőt. Sokan nem tudják,
mondják, hogy ilyenkor nem csak a tartozás összegét kell befizetni, hanem egyéb költségeket is. Amennyiben például a tartozó nem engedte be a szolgáltató embereit, hogy a lakáson belül végezzék el a gáz vagy éppen a villany kikapcsolását, akkor a közterületről való kikapcsolás díja is őket terheli. A visszakapcsolás feltétele az, hogy az összes tartozásunkat, a kiszállást, a kikapcsolás és visszakapcsolás összegét is rendezzük. Ezek után 2 nap alatt víz, és víz esetében 3 nap, még villamosenergia és gáz esetében 2 nap alatt visszakapcsolják a szolgáltatást. Ezzel az csak akkor van kivétel, ha huzamosabb ideig ki vagyunk kapcsolva. A járási hivatalhoz fordulhatnak azok, akik úgy érzik, a szolgáltató jogtalanul követel rajtuk tartozást, és szüntette meg a szolgáltatást otthonukban. Ha valakinek olyan felvetése van, vagy olyan sérelme van, hogy úgy gondolja, hogy jogtalanul kapcsolták ki a fogyasztás mérőjét, illetve szüntették meg a szolgáltatást, akkor tisztelettel javaslom, hogy tessék ezeket a kollégáinkat megkeresni. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen helyzet álljon elő, és mindenki tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel, 2 kiadványt készített a fogyasztóknak, amiket többek között a Tolna megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatain lehet majd elérni. Közösségi kutyasétáltatásra hívja a helyi kutyatulajdonosokat a 7100 a Városod Egyesület. A szervezők célja, hogy minél többen sétáltassák egyszerre a házi kedvencüket, eközben pedig jótékonykodjanak is. Az egyesület alelnöke ezért azt kéri, hogy aki részt vesz a sétáltatáson, vigyen magával egy zsák kutyatápot, amit az egyesület tagjai a Szekszárdi Kutyamenhelynek ajánlanak fel. Mi mindig fontosnak tartottuk az egyesületben, hogy jó célokat szolgáljunk és jó ügyeket karoljunk fel, és ilyen lesz ez a mostani akciónk is. 17:30 este, vasárnap várjuk a szekszárdiakat a kis kutyájukkal itt a Baka István iskola melletti kutyafuttatónál. Azt szeretnénk, hogyha minél többen összegyűlnénk, és minél többen tudnánk szolgálni ezt a jó célt. A Bátaszéki Agrárlogisztikai Központban tartottak gazdafórumot, aminek során elsősorban a műtrágya felhasználással kapcsolatos kérdések kerültek szóba. Bozsolik Róbert, a település polgármestere azt mondta, hogy az Agrárlogisztikai Központ volt az első vállalkozás a helyi ipari övezetben, amelyik felismerte a település földrajzi adottságaiban rejlő lehetőségeket. Az M6-os autópálya, az épülő ipari park és az alig 20 kilométerre fekvő bajai kikötő is vonzó lehet a vállalkozások számára Bátaszéken. Az itt működő agrárlogisztikai központ is ezért települt ide. A város számára is fontos a környéken dolgozó mezőgazdasági vállalkozásokkal való együttműködés, különösen a jelenleg futó ipari parki fejlesztés és a benne épülő hűtőház miatt. A mostani gazdafórumon a műtárgya forgalmazás kérdései kerültek terítékre, mert ahogy ezt Dávid Tamás, a logisztikai központ tulajdonosa elmondta, olyan termékről van szó, melynek árváltozásai nagyban befolyásolják a gazdák lehetőségeit. Ezért fontos a megfelelő információ eljuttatása a termelőkhöz. Tolna megye délnyugati része, ahol most is vagyunk, a Sárközi régió, ez egy elég kukoricás övezet, egy intenzív növény a kukorica, sok műtrágyázást igényel, úgyhogy azt gondolom, hogy optimális a bátaszéki telephely, olyan szempontból is, hogy az M6-os autópálya 1 kilométerre van tőlünk, a vízi úszályozás baja 25 kilométerre van, tehát az áruk mozgatása szempontjából is a legkényelmesebb számunkra is és számukra is. Bozsolik Róbert polgármester véleménye szerint fejlődésnek indultak a mezőgazdasági területen működő vállalkozások, akikkel a város a továbbiakban is szoros együttműködést tervez. Ez egy fejlődésnek az első lépése, hiszen ráépülve újabb mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozók létesülhetnek Bátaszéken. Ennek az első jelei már mutatkoznak is, hiszen a bátaszéki jelenleg épülő ipari parkban egyrészt a város épít egy agrárlogisztikai központot, másrészt már megállapodás van egy gyümölcsfeldolgozó megépítésére is, mint helyszín. Bízom benne, hogy ezek a közeljövőben meg tudnak valósulni. Amennyiben a most látható fejlesztések megvalósulnak, és a mezőgazdaság további fellendülése is bekövetkezik, ez Bátaszék számára további kitörési lehetőséget jelent, mondta Bozsolik Róbert. Regionális híreink következnek. Egy hetes tesztüzemen az elektromos busz Pécsen. 10 ilyen jármű áll forgalomban jövőre. Fejlesztések a református intézményben. Kárpát-medencei közös tanévnyitó Pécsen.
Mindhárom csoportmeccset megnyerték, az ország legjobb 8 csapata között a PVSK meccsek füszért. Jól teljesít a pécsi utakon futó elektromos busz, amit egy hétig tesztelhetnek a szakemberek a forgalomban. 10 ilyen járművet vásárolt a város, az erről szóló szerződést múlt héten írták alá. Az e-buszok amellett, hogy nem szennyezik a levegőt, olcsóbban üzemeltethetőek, mint a dízel meghajtásúak. Az önkormányzat 1,7 milliárdot fizetett a járművekért és a töltésükhöz szükséges eszközökért összesen. A pécsi főpályaudvaron vár a következő útjára az az elektromos busz, amit egy hétig próbálnak ki a városban. Ebből a típusból vásárolt az önkormányzat 10 darabot. A Tüke busz üzemeltetési és fejlesztési igazgatója azt mondja, jól vizsgázott a jármű az iskola kezdés napján. Hozta azokat az eredményeket, amit előzetesen kikötöttünk és vártunk ezektől a buszoktól. Azt gondolom, hogy mind az utasok, mind a sofőreink elégedettek voltak azzal, amit tapasztaltak. A busz klímás, a klíma jól működik, az utas kapacitása megfelelő, pontosan jól érkezett, és azt gondolom, hogy egy modern, új technikát fog az utazó közönség kapni 8 hónap múlva, amikor megérkeznek ezek a buszok. Szeptember 1-én 30 fok fölötti melegben 24 fokos volt az utastér a klímának köszönhetően. A csúcsforgalomban csak araszolva haladt az e-busz, így a visszatöltés minimális volt, de azért képes volt közel 300 kilométert megtenni a pécsi utakon. Kedd délután a város alpolgármestere is megnézte a járművet közelebbről. Pécsváros a hazai nagyvárosok közül is azon városok közé tartozik, amely bizonyos téli időszakokban a legszennyezettebb levegővel rendelkezik. Ezért fontos, hogy mindent megtegyünk, hogy egy egészségesebb környezetben élhessünk, hogy a levegő tisztuljon. Én ezt a beruházást, vagy ezt a fejlesztést nem csak városi vezetőként, de két kisgyermekes apaként is fontosnak tartom. Minél egészségesebb környezetet kell biztosítani az utódainknak, mondja az alpolgármester. A 10 elektromos buszt 1,4 milliárd forintért vásárolta a város. Erre a kormányzattól kapott pénzt. 300 millióért pedig a járművek töltéséhez szükséges eszközöket szereztek be. Az e-buszok jövő év második felében állnak forgalomba Pécsen. A pécsi református kollégium új iskolaépületét is felavatták a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek közös tanévnyitója után. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében több mint 1,3 milliárd forintból megvalósuló háromszintes, csak nem 3200 négyzetméter hasznos alapterületű létesítményben 14 tanterem kapott helyet, valamint természettudományi laboratóriummal, tornateremmel és közösségi térrel is rendelkezik. Egy református iskola, az összes református iskola attól jó iskola, hogy koncentráltan megjelenik a lényeg. Így kezdtem az igehirdetésemet, hogy mindent eldöntött dologról van egy szó, mert mindenkire tartozó dologról van szó. A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő pécsi református kollégiumban rendezték meg a Kárpát-medencei református iskolák nagyszabású, közös tanévnyitó ünnepéjét, mely istentisztelettel kezdődött, majd Kádár Péter főigazgató köszöntötte a résztvevőket. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, az elmúlt 30 év legnagyobb iskolafejlesztési programja zajlik Magyarországon, ehhez pedig a kormány több mint 110 milliárd forintnyi uniós és további 46 milliárd forintnyi állami támogatást biztosít. Az a nevelés, amely a keresztény értékeken alapuló oktatás mellett a hit megismerését, megtalálását és a hitben való megerősödést kínálja. Senkinek a személyes meggyőződése nem tartozik az államra. Azonban az államnak és egy kormánynak kell, hogy legyen világos társadalomképe, amelynek a mi értékválasztásunk szerint a magyar jövőm, a nemzeti önazonosság tudat megőrzésén, a megmaradáson és a gyarapodáson kell alapulnia. Az eseményen beszédet mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a pécsi református kollégium igazgató tanácsának elnöke is, és elmondta, az intézményt a rendszerváltozást követően alapították újra, és ez az iskola azóta a határon túli és a határon inneni Baranya magyar diákjainak is otthona. Akkoriban a háború éveiben alapította a még egységes baranyai református egyházmegye a háborúra válaszul a jövőnek polgári leányiskoláját, Baranyai Egyházmegye középiskoláját. Aztán a kommunista diktatúra államosította ezt az intézményt,
majd a rendszerváltás után idén 25 esztendeje, a mostani felső Baranyai Református Egyházmegye az akkori Alsó Baranyában zajlott véres háború időszakában újra alapította. Összességében mintegy 1100 pécsi, Pécs környéki tanuló számára fontos az 1,32 milliárd forintból megvalósult beruházás. Az új épületben az átlagosnál nagyobb, kifogástalanul felszerelt osztálytermek, csoportszobák, digitális könyvtárterem, modern természettudományi laboratórium és egy szabadtéri foglalkozásoknak helyet adó tetőtéri, félig nyitott terasz várja a diákokat. Az immár hagyományosnak mondható szüreti csirkepaprikás főző fesztivál 2019-ben 21. alkalommal kerül megrendezésre Bolyban szeptember 7-én. A környéken élők bizonyára ismerik a híresen jó szüreti csirkepaprikást, melyet a bolyiak hosszú lével és úgynevezett kanalas galuskával készítenek. Igazi szüret nincs is enélkül a paprikás nélkül. A jó ételhez jó bordukál, a bolyi szőlőhegy levét nem csak megkóstolhatják, de meg is vásárolhatják a fesztiválon. A rendezvény fő fellépője a Bagosi Brothers Company, a szüreti bálon pedig a Depóbent húzza a talpalávalót. 160 asztalunk van idén is, ugye ez azt jelenti, hogy asztalonként egy 8-10 főre számolva, ez ugyan 1400-1600 főre számítunk. Lefoglalták már az asztalokat, gyakorlatilag teltház van, és 15 órától egy polgármesteri köszöntővel indul a program. Aztán Tompet és barátai gyerekműsora, a PTE Brestben az asztalok között fog muzsikálni, amíg a két zenekar átáll, és utána pedig Bagosi Brothers Company lesz este 19 órától, majd pedig a szüreti bálomi elmaradhatatlan része a fesztiválnak a Depó Band muzsikálásával. Szenzációs rajtot vette a PVSK meccsek Füszért élvonalbeli vízilabda csapata, ugyanis mindhárom csoportmeccsét megnyerve a Magyar Kupa első fordulójában Lukács Gergely tanítványai bejutottak az ország legjobb 8 csapata közé. Mint arról beszámoltunk, augusztus elején kezdte meg a felkészülést a PVSK meccsek Füszért vízilabda csapata, hiszen a megszokottnál korábban, szeptember 4-én elrajtol az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság. A bajnoki rajt előtt Magyar Kupa fordulót rendezhetett a centenáriumát ünneplő egyesület. A pécsiek vasárnap először a DVS-ét, majd a Nagykanizsát, hétfőn pedig a Tatabányát legyőzve jutottak a legjobb 8 közé. A meccseken az új játékosok is fontos szerepet kaptak. 3 nagyon nehéz meccset játszottunk. 2 OB1-es csapata és egy OB1B-sel, de az is az a másodosztályú csapat is fel szeretné jutni, szóval jó erőt képviselnek ők is. Hát magabiztos játékkal sikerült szerintem mint a 3 meccset behúzni, és szerencsére a legjobb 8 között vagyunk. Lukács Gergely tanítványai nagyon erős ellenfelekkel találták szembe magukat a kupafordulón, ráadásul vasárnap 2 mérkőzésen is jó formát kellett nyújtani ahhoz, hogy győzni tudjanak. Ahhoz képest, ahol tartunk, ahhoz képest azt kell mondjam, hogy meglepetésszerűen jól játszottunk ezen a hétvégén, nagyon stabil volt a védekezésünk, és erre építve tudtunk lendületes támadásokat vezetni. Nyilván nagyon örülök neki, hogy bejutottunk a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé, hát nem mostanában volt ilyen, úgyhogy ezt egy picit lehet jól értékelni, de nem szabad sokáig, hiszen szerdán OB1-es meccs lesz, ráadásul a Bajnok Ligája induló Szolnok fog ide hozzánk látogatni, tele magyar és szerb válogatott játékosokkal. Csorba Tamás mellett Kis Kristóf Szejf és Kolozsi Marcell érkezett új játékosként a csapathoz. Szerencsére magabiztosan tudtuk hozni ezt a 2 győzelmet a Debrecen és a Tatabánya ellen, viszont a harmadik meccs az meg nagyon, hát hogy mondjam, hektikusan kezdődött. Én úgy éreztem, hogy ez várható volt, benne volt a levegőben, de szerencsére az is, hát hogy mondjam, végigvezetve lehoztuk, és így 3 meccsből 3-at megnyertünk. A férfi Magyar Kupa csoportselejtezőjéből a PVSK mellett az UVS-e és a Budapest Honvéd jutott tovább, és csatlakozik az 5 kiemelt csapathoz. A negyeddöntőt október 25-én és 26-án rendezik. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Növekvő energiaigény. 2,8 milliárd forintos beruházást hajt végre az E.ON Szekszárdon és környékén. Brutális látvány. Lefejeztek, megégettek és egy táblára kötöztek a lábánál fogva egy hattyút Szekszárdon. Egyre több a lakossági hitel. Tolna megyében leginkább a családtámogatási kölcsönök iránt érdeklődnek.
Csütörtökön is sok-sok napsütés, további melegedés, nyárias idő várható, gyenge, változó irányú légmozgással. Este északnyugat felől egy újabb hideg front éri el térségünket, ezért egyre nagyobb területen erősödik meg az északnyugati szél. Számottevő csapadék nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!